mutatkozz be, kérlek. Kis Miklós vagyok. Én a sztár, a legjobb, a király. Ezen a pályán ki focizik a legjobban? Én. Kicsoda? Én. Hány gólt rúgtál? Egyet sem. A jóságot nem gólba, hanem minőség. Minőségbe? Minőségbe. És jól játszottál, ugye? Én hát így játszok a legjobban itt. Meg a karcsi. Ott, benne kapva. Ő a karcsi. A legjobb. És szeretném tudni, hogy úgy volt, hogy rúgtál egy gólt, nem? Igen, rúgtam. Nagy gól volt? Mesél nagy, hogy történt. Nem, nem volt nagy gól, nem látott semmit a kapus. Szegény azt se tudta, hol van. Olyan gólt rúgtam neki, nem tudod rá leírni egyszerűen. Igen? Nagy gól volt? Nagy, óriási. Óriási gól. Ez most a ebéd, vagy ez csak ilyen uzsonna-szerű? Ez ilyen uzsonna. Mert mindig eszek egy chipset. Minden nap? Persze. Egy nap hányszor eszel egy chipset? 5-6-szor, de akkor az jó számra. Zacskó számra? Zacskó számra. De szóltad egész nap 5 zacskót megeszel? Körülbelül. Néha többet, néha kevesebbet. Ja. Attól függ. Mennyire vagyok ilyes? Nagyon ilyes vagyok, meg tudok enni akár 15 zacskó zsipset. Ha nem vagy ilyes, akkor mennyit eszel? 5. Akkor is. Minimum az 5. Ja, értem. De ez kevés, nem? Ha. Most csak egyet hoztam, de a 3-at ettem otthon. Ez egy. Nem. Nekem adsz. Nem, nekem zsarok. Nem szeretsz megkínálni senkit, nem? Nem. Ami a tiéd, az a tiéd? Az enyém az az enyém. Hát most gondolj bele, leesik itt a vércukrom, azt meghalok a geci. Hát igen, végül is ebben igazad van, azért figyelik az egészségükre azzal, hogy cukrot magasan tartjuk, mert könnyen lezuhan az, nem? Könnyen. És vacsorára mondjuk mit tudtál enni? Chipset kis ilyen szószal. Aha. Most nem a chipsre, hanem mondjuk ma például mi lesz a vacsora? Most? Hát egy sült csirke, fédisztok. És ezt mivel is leszed? Meg. Mint a szar, nem? De persze, de. Szüleimnek, családomnak senkinek nem adok, egy kalapot sem. A csónod a szopogat, hogy többi ennyi. És köret? Melyik a kedvencet? Nekem? Sült kumpli. Sült kumpli? Szoktam érzni, hogy azért edzel, nem? Szoktál egy gyúrni? Szoktam. Igen? Mennyi a nyomsz fekve? 75 kiló. 75 kiló van? Menj már. És mennyi idős vagy? 13 éves. Mutasd a bicepszet? Feszíts rá. Az igen. Az igen. Hát szerintem ez azért ez becsülendő. 13 vagy mit mondtál? 13 évesen így kigyúrni magamat, hát azért szép szerintem. Hát az orvosok is meglepődtek, amikor meglátták. Azt mondták, hogy én egy fizikai csoda vagyok. Fizikai csoda? Hát biztos. Vigyázz! Yeah. Küldj el a gubát! Nem, te! Kirúgod a chipset a kezemből, megöllek! Azért a szent, nem? A szint, az többet ér mindennél! Igen? Chipset szeretem, eszem. De most komolyan ezt tényleg úgy kell képzelni. Nézzétek az időt! Hogyha... Hát már a vége, nézd meg! Hogyha otthon vagy, akkor nem is hagysz így a szülőknek, meg senkinek? Nem. Minden a tiéd? Igen. Még fél perc. Ott nem nézd, kis órát. Kiabálj egy fél perc. Azért kezd elfogyni, várj, itt van egy pici a lábon szerintem, vagy az izét a lábadon. Ja, mindegy, megoldottuk. Na jó, akkor. Akkor köszönjük szépen az interjút. Nem gondolod, ha ilyen Facebookra felkerül? Nem. Róla focira. Nyugodtam. Jaj, leesett. Na jó van akkor. Köszönjük szépen. Még egyszer mutatkozz be nekünk, légy szíves. Tíz Miklós vagyok. És milyen száraz vagy? Mint az ítélet. Jó van.